Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök a VNTV-t, Ivan Natura televíziót láthatják, és más hangszeretettársalgás adássorozatunkban végtelen szeretettel Karla Galit köszöntöm a stúdióban. Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy újra és újra meghívsz mindig, mert ezek szerint van nekünk mondani valónk, és én szívesen átadom a tudásomat. Nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk neked ezért. Garinát először arról szeretném megkérdezni, hogy minek köszönhető, hogy ennyire jó formában van mindig, és egyszerűen egy frissesség, egy egészség sugárzik belőle, végtelen erő sugárzik belőle, amit megoszt tanításai, foglalkozásai révén másoknak, de tényleg egyszerűen jó rád nézni, kortalan vagy, hogy milyennek a titka, és van-e ennek fontossága az életünkben, amitől ezt esetleg más is elérheti. És van, és köszönöm, hogy kérdezted, és én nagyon szeretnék megosztani azt, amit én alkalmazom ahhoz, hogy így kinézek ebbe a korba. Nem is mondom, hogy hány éves vagyok, ha elmondom, akkor úgysem hisznek az emberek, úgyhogy igen. De büszke vagyok, keresök, sok helyen meg is mondom, és akkor mindenki, haj, ne, 20-at, mínusz, és így tovább. Én rengeteget jogázom. Méghozzá a kriya joga, ez egy nagyon fontos jogája, ami megint tudomány jogája, ami a bennünk lévő Istenre koncentrál, annak vannak gyakorlatsorozata, és én joga mindenképpen nyújtás, mert egy idő után az embernek rövidülnek az izmai, rövidülnek az ízületei, és mi egyre alacsonyabbak leszünk, és nekünk magasnak, sudárnak kéne lennünk, ahhoz nekünk nyújtani kell az izmokat. Ez az egyik. Második dolog, hogy én megváltoztam teljesen az étkezésemet. Én már nem iszom kávét, mert már tanulmányoztam, hogy a kávé hatszorosan jobban tönkreteszi a vérünket, a vérképünket. Igen, tehát nem jó. Alkohol természetesen nem iszom, a húst nem eszek évekig már, és most utóbbi időben lemondtam a kedvencemről, a sajtról, meg a tejtermékről, igen, mert nagyon savasítja a szervezetet, és mai világnak a savas szervezet a legnagyobb problémája, észre se veszünk, hogy savas. Fantasztikus tiszta vizeket iszok, sőt, hidrogénezett vizeket iszok, ami forrásvizek, és majd utána mindjárt szeretnék beszélni Garjájavról egy picit, hogy hogyan tudom Garjájav hanghullám segítségével ezt megváltoztatni. De nem eszek kenyeret, és cukor, ez már azt tudom, hogy mikor volt otthon, inkább glicint szoktam használni helyette, tehát ezen keresztül annyira megváltozott a szervezetem, megváltozik a bőröm, megváltozik bármi, ami bennem van negatív kép, az valahogy felfrissítja az agyamat, nagyon jókat tudok aludni, nem pufat a gyomrom, nincs refluxom, mert a glutént megszüntettem. Ha eszek kenyeret, akkor egy nagyon-nagyon mély kovászból, de nagyon olyan súlyos kovász, amit kiiktatja a glutént. Igen, tehát vannak ilyen kenyerek. Ez nagyon-nagyon fontos része, az étkezés, a sport és pozitív gondolkodás. Én nagyon pozitívan gondolkodok. Én nagyon szeretem az embereket. Én mindenkinek nagyon szívesen segítek, ha ő akarja. Ha eljön hozzám valaki, most a napokban járnak, persze szavak, tehát nevek nélkül, eljönnek az emberek, akik depresszívek. Nagyon-nagyon sokan depresszívek. És én próbálok nekik megmagyarázni, hogy a depresszió, ez az elsősorban a félelem, a jövőtől való félelem. Hát hogyan szüntetjük meg ezt a félelmet? Hát a félelmet először is étkezéssel kéne segíteni, hogy a szervezetnek a tiszta vérképe legyen, ami nagyon nehéz, tudom, ebbe is Garájev segített, de ezt mindjárt, mi visszatérünk, jó? Emlékeztes, hogy visszatérünk erre. És a félelmeket hogyan tudunk megszüntetni? Ez egy munka. Ez ugyanilyen munka, mint amikor tornaterembe megyünk, és a hasprést csinálunk, vagy izmokat neveljünk a saját maguknak, vagy nyújtunk az izmokat, hogy kitágítsanak, hogy a ízület nagyon könnyű és rugalmas legyen. Tehát ugyanúgy kell nekünk változtatni a vérképünket, az én képünket, tudatosnak kéne lennie mindenképpen, minden szinten tudatosnak kéne lennie. Ha az ember elalél, nincs itt,
nincs jelenbe, hanem még mindig aggódik, hogy lesz holnap, már félelem megjelenik. Aggódok, hogy holnap mi lesz velem, mit történik, mi lesz. Nem látom, hogy az asztalon víz áll, hogy itt történik, hogy van egy kép, nem látom a jelent. Csak a múlton aggódok, hogy megtörtént. Haragszom a múltamra, még emberekre, akik okoztak nekem ezt a problémát, és aggódok, hogy mi lesz jövőben. Hát persze, hogy nem lesz jövő, ha nincs jelene. Hiszen jelen az alapja a jövőnek. Ha nekem üreg van itt, akkor hogyan tudok én átrepülni a múltból? Ezt a szakadékot hogyan tudom én tenni, ha nem tudok ráállni a jelenre itt és mostra? Ez mindenképpen kell, ez az alap. Ez a bázis ennek a jövőképnek, annak a háznak, ha nincs jelenem. Ha minden nap nem vagyok tudatosan, és nem tudok szeretni, nekem nincs alapom. Tehát nem lehet. És a félelem az akkor kezdődik, és a depresszió a tehetetlenségtől indul. Mert depresszió ez az, hogy te nem látod a jövőképet. Én zsákutcába kerültem. Én nem tudok felállni. Nem látom a jövőt, mert nincs bennem. Se az Isten. Kérdezem, van-e hited valamiben? Hát igen, mi Isten hívő vagyunk. És mi? Hát majd Isten megérkezik, mert meg az Isten nem kívül érkezik, az Isten magadba keres meg, azzal a szeretettel. Szereted? Hát nem. 4 gyerekem van. Szereted a gyereket? Hát az egyik fiút szeretem. Hát és többi szeretet. És így csak úgy mondanik neked, hogy ha az emberek úgy bele, esetleg hallanak engem, akkor úgy magukba merülnek, és szembenézünk már, szembenézés, Ági. A legnehezebb kérdés. A legnehezebb szembenézni önmagukkal, mert ez olyannyira fájdalmas, hogy meglátni magamba, hogy én vagyok az okozója a problémának, és nem te, nem ő, nem harmadik. Tehát nekem magamba megtalálni, és ha megtalálom magamnak, sokkal könnyű magamba, sokkal könnyebb már átlépni ezt a küszöböt. Higgyel. Jobb nem másokat hibáztatni, hanem azt mondani, hogy igen, hibáztam, semmi gond, megoldom. Nem kell tökéletesnek lennie. Nem azért születünk, hogy tökéletesek legyünk, azért születünk, hogy a problémát, amit van, amivel érkeztem erre a földre, erre a világba, ebbe az életbe, megoldjam. És a problémának lennie kell, különben akkor minek születtem. Akkor az Isten mellett maradok, ott vagyok ebbe az információban, a mezőben, és jól érzem magam. Nem. Azért születtem, hogy megoldjam. Tehát a minden probléma pánikbetegség. Gond. Én szerencsére ezen dolgozom, és mentes vagyok. Bennem soha nincs ilyen, hogy jövő, holnap. Nekem a tegnap, 10 évvel ezelőtt is tegnap volt. Az a kifejezés, tegnap. Nem tudom. A jövő, majd megrajzoljuk. Ma, itt is most megrajzoljunk a jövőt. De ahhoz ide kell lépni. Tehát étkezés, pozitív gondolkodás, tudatosság, sport, ez okozza neked sikereket, emberi szeretet, és itt tovább. Milyen fantáziára leltél Garjaev munkásságában? Hát ez egy fantasztikus ember, fantasztikus módszer, és nagyon-nagyon jövő átalakító, és egy nagy tudomány, és nagyon sajnálom, hogy én hálát adok a világnak, hogy létezik még a csapata, hogy a felesége felvállalta, és vezeti tovább a laborokat, segíti embereknek. Nekem szerencsém volt, személyesen ismerem, és hogy én kaptam tőle a személyre szabott programot. Ez a hanggenetika, hanghullámgenetika. Ugyanis a gyerekkori képekből, amikor az ember legtökéletesebb állapotban volt 3 éves korig, ha nem beteg természetesen, ha betegek vagyunk, akkor egy valaki családból lévő egészséges gyerektől kérünk képet, mert együtt minden összefügg, minden manifestálódik, és minden együtt van. Tehát el kell küldeni nekik a csoportnak a képet, és ők hologramot leveszik róla információt, és ezt beépítik a hangba, mert a hang gyógyít, mert az Isten is úgy építette a világot, hogy először szólt hozzá, legyen így. Tehát legyen a világ, legyen világosság, legyen fény, tehát szavak, és a szavak minket visszaállítják abba a genetikai kódba, az isteni kódba, mert Rejus ezt mondja, az isteni kódba, amivel születtünk, csak elfelejtettünk. De 3 éves korig még emlékszünk róla, tehát minket visszaviszi ez a program abba az állapotba, de itt is szorgalom, mert ha egyszer meghallgatok, nem. Én a programomat reggeltől estig hallgatok. Reggel is, este higgyelem, kocsiba, autóba, fülhallgatóba, folyamatosan benne vagyok, és
ezeket a hullámokat, hangokat folyamatosan építek be magamban, és érzek, hogy igen, most még nem, de nem feseredek, mert tudom, nem csak hiszek, tudom, hogy ez a jövő. Tudom, hogy a hang gyógyít minket. Ugyanúgy a hang, ez a frekvencia. Hangfrekvencia, a beta, a beta mondjuk az jelen, de a téta, a gamma, a különböző hangok, milyen és milyen visznek minket, amilyen állapotban kreatívak tudunk lenni, ugye? És mi ezen a szinten tudunk éber állapotba meghallgatni a saját dekódolt genetikai hullámomat, és én ebben, ha folyamatosan benne vagyok, egyszer megtanítom a szervezetemet visszalépni oda, ahonnan érkeztem. Neked van egy akadémiád, hogy hogyan fordulhatnak hozzád az emberek? Elmész előadásokat tartani, vagy esetleg vannak olyan helyszínek, ahol tanfolyamokat tartasz, hol lehet elérni a könyveidet? Egy picit most kérlek, a marketing lehetőségeket mutasd be, hiszen elhúzzuk a mézes madzagot az emberek előtt, és lehet, hogy nagyon szeretnének veled találkozni. Hol lehet téged elérni? Ági, hálásan köszönöm. De annyira hálásan köszönöm ezt a kérdést, mert én egy kicsit gyenge vagyok ezen a területen. Bár nagyon sokan ismernek, és valóban régóta vagyok, és folyamatosan lépek és lépek tovább, az Isten vezet, de jó lenne valóban, hogy egy jó marketinges találnak. Ha valaki most hallgatna engem, emberek, segítsetek, kérek mindig segítséget, jelentkezzen valaki, aki velem együtt marketizálni tudná, segíteni, hogy könyvemet jobban ismerjenek, hogy tudjanak, hogy hol lehet engem megtalálni. Természetesen van egy oldalam, karlagali.com, ott a menüben minden megtalálnak, az összes képzéseimet, az összes céges munkáimat, a neurografika is ott van. Van Facebookon a Karlagali Akadémia szinten, igen. Van TikTokom is, Karlagali Official. Van Instagramon Karlagali Official, ahol 5-10 ezer ember követ engem, de marketingben soha nem elég, mert már nagyon nehéz nekem tanítani is, és meg kezdem marketizálni, saját magamat írni, és a marketing ez olyan világ, amit naponta változik. Pláne mesterséges intelligencia itt van az órunkon, sőt használjunk is, ez már megint kiüt az ember teljesen mindenből. Tehát egy olyan dolgok vannak, amit tehát lépést tartani kell, bár én mindennel lépést tartani, én fiatalokat is tanítok ebben, de már belefáradok ebben, inkább újat adok valamit, és a marketingre lépjen. Tehát mindenki legyen a saját kapta, maradjon a kaptafájának. Tehát ez a marketing nem az én területem. És jó lenne, ha többet tudjanak, hogy hol lett info@karlagali.com, tehát ez egy egyszerű nevem, ez kapcsoljunk csak az info@karlagali.com, és akkor már lehet nekem írni, én mindenkinek válaszolok, mindegyedül természetesen. A csapatom akkor működik, amikor a trénert meghívok valahol, és nagyon szeretnék segíteni az embereknek egy jelenlegi stresszes időben. Manapság a stressz olyannyira magas szinten már elhatalmasodott fölöttünk, a gazdasági probléma, ugye, nagyon erős. A háborús helyzet, amit minket is megérintett. Igazán nem értem, hogy miért minket annyira érintett, amikor a kijevi embereket nem érintett annyira, mert mondom, én a Klitschko csapattal együtt dolgozok most, aki a kijevi polgármester, és szoktam velük beszélgetni, és kiderül, hogy ott nincs annyira nagy probléma, akik, hogy nálunk mittól így hirtelen felmentett. A kérdésem az, hogy van ez? Azokat, most sem Moszkvát, sem a Kijevet annyira nem érinti, vagy Ukrajnát minket annyira, pedig mi csak közel vagyunk. Tehát itt valami másról van szó szerintem, de megint nem az én témám, nem is avatkozok bele. Tehát én az embereknek szeretnék megadni azt a stresszmentes technikát. Ez a neurografika, ez az én képzésem, ahol a csoport dinamika segítségével újabb gondolkodás, olyan paradigma váltással mi új dolgokra rá tudunk lelni, mert az emberek meghallanak valamit, gyorsan megpróbálnak, mint a kacsanok edlik lenyelni, esetleg meg se emésztette, de ma úgy árulja, mint egy valamit. Tehát ebből vannak jó és a rossz dolgok. Nagyon sok családállító van, akik esetleg nálam is tanult, vagy valahol, és már frissek még, mögöttem 10 évek vannak, több mint 10-20 év, mögöttem gyakorlat, ők még nálam elvégeznek 5-6-10 hónapos képzés, és már úgy érzik, hogy egy nagyon jó családállító tudott, és természetesen nem tudnak elérni azokat az eredményeket. Én is újra mondom,
keresitek a forrást. Minden tudásba a forrást. Én is a forrásokhoz fordulok. Tehát én, ha tudomány, akkor Einstein, az Edison, a Da Vinci, és így tovább, és így tovább. Tehát a Tesla, tehát ilyen emberekhez keresem a tudást. Blavatskaya, igen, most az újabb mesterem Imram Kriya, és így tovább. Tehát embereknek mindig kell forrást megtalálni. Ki az igazi tanár? Ki a forrás? Nem a tüle századék, mert az már tudott, ez mint a ma víz, a forrás itt van, itt átment mindenféle dolgon, már tisztításokon, már tele van hormonokkal. Érted? Tehát ez ami veszélyes. Tehát engem meg lehet találni, és segítséget mindig köszönöm, és köszönöm ezt a segítséget, hogy könyveket nálam lehet kapni, lehet megvenni, lehet e-bookot venni nálam. Tehát ha valaki karlagali.com-ra rátévet, akkor minden megtalál. És a cégeknek szeretnék segíteni, stresszt oldani, mert a pénz gazdasági helyzetben most olyan nagyon nagy probléma, a családon belül is, hogy de a embereknek nincs pénzük, hogy tréningeket vegyenek, úgy tudom, de egy neurográfikat még lehet venni, hogy megtanítsam a menedzsmentet firkálni, mert végül is ez csak firka, ez egy mentális fitness. Egy firka, amit egy lépések alapján ki tud firkálni magából a stresszt, és a stressz kifirkálja, akkor megnyűszik a szervezet, és teremtő tud lenni. Stresszes embert ne gyereket nevel, és a stresszes ember nem tud gazdálkodni a cégen belül. Garina, utolsó kérdést szeretném feltenni neked. Milyen jövőkép él benned? Én ezeken a kérdéseken, vagy a rajzokon szoktam felállítani magamnak célokat. A bennem csak pozitív, nem tud más lenni, mert a mi isteni világunk az határtalan. Én szoktam hallani, hogy az emberek igen, fordul az univerzumhoz. Félre értelmezünk ezt a szót, és szerintem ez teljesen úgy gondolat lesz mostnak, mert az fordulni az univerzumhoz, az emberek azt hiszik, hogy az univerzum ott a fejem fölött. Nem. Az univerzum, ez itt. Itt a Földön körülöttem van. Nem az égbe, hanem itt a Föld. Az emberek az én univerzumom. Minden ember tanít engem valamire. Én minden embertől kapok pozitívat és negatívat, attól függ, hogy hogyan interpretálom ezt. Ha én pozitív vagyok hozzá, akkor vissza, mert a fizika törvénye úgy működik, hogy mit kapsz, az visszakapod is a mágnes alapján, tehát amit kiadott, magnetizálsz magadba, az visszavonzott. Ugye? Ez természetes. Tehát ha én a univerzum, ami körülöttem lévő univerzumhoz úgy fordulok, ahogy szeretném tőlük kapni valamit, vagy a világtól, vagy az Istentől, akkor én a világ legboldogabb, leggazdagabb, legcsodálatosabb jövő felé néző ember, én a jövőmet jelenbe építek. Tehát én minden nap boldogságban, szeretetben, gazdagságban, lojalitásban, együttérzésben, nem ragaszkodásban szeretném megélni. Ez az én jövőképen. Csodálatos vagy. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy eljöttél, Galina. Minden beszélgetés rendkívül értékes információkat tartalmaz. Minden beszélgetéshez ki fogjuk írni azokat az elérhetőségeket, amiket megadtál, és remélem, hogy találkozunk hamarosan még. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!